És most a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. A bizottság jelezte, hogy kisebbségi vélemény nem fogalmazódott meg a bizottsági ülésen, ezért most Dunai Mónikának, a bizottság előadójának adom meg a szót. 6 perces időkeretben parancsoljon, képviselőasszony, jön a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! A polgári kormányzata az előző 8 esztendőben világosan kijelölte a társadalmunkat érintő legfontosabb prioritásokat, amelyekről a magyar választópolgárok egyértelmű támogató döntést hoztak április 8-án. A mi feladatunk továbbra is őrizni keresztény kultúránkat, megvédeni országunk határait, elérni a teljes foglalkoztatottságot és ösztönözni a gyermekvállalást a magyar családok körében. Ezen célok elérése csak egy erős, a jelenlegi kihívásokra gyorsan és szakszerűen reagáló kormányzati struktúra által lehetséges. Úgy gondolom, az előttünk fekvő törvényjavaslat alkalmas a célul kitűzött feladatok kormányzati erős alapjának megteremtésére. Tisztelt képviselőtársaim! Tájékoztatom Önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság a házszabály 65. szakasza szerint az országgyűlés által elfogadott határozati házszabályi rendelkezéstől való eltérés tartalma szerint lefolytatta a T/14-es számú törvényjavaslat részletes vitáját. A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a házszabály 44. szakasz 1-es bekezdésben foglaltaknak. A törvényjavaslathoz képviselői módosító indítvány nem érkezett. A bizottság saját módosító javaslattal élt, amely 1 érdemi és 3 kodifikációs nyelvhelyességi és jogtechnikai jellegű módosítást tartalmazott. Az érdemi módosítás értelmében lehetőség nyílik a hivatáshoz szolgálati jogviszonyban lévő kinevezett állami vezetők tekintetében, hogy kinevezésük időtartamára hivatásos szolgálati jogviszonyuk szüneteljen. A bizottság az általa megfogalmazott módosításokat tartalmazó összegző módosító javaslatok, valamint az összegző jelentést 20 igen, 3 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta. Tekintettel arra, hogy a bizottság 4-es számon túlterjeszkedő módosító javaslattal élt, ezért az külön szavazással fogadta el, valamint az összegző módosító javaslattól elkülönítve nyújtotta be. Tisztelt képviselőtársaim! Kérem, szíveskedjenek támogatni az előttünk fekvő törvényjavaslatot, hogy az elérni kívánt közös célok érdekében minél előbb megkezdhesse munkáját Magyarország új kormánya. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen, képviselő!